Görgei Gábor írót, drámaírót, egykori politikust hívtam vendégül, és akkor ezt tegnap még beszéltünk, mondta, hogy az utolsó 8 percet kéri, mert valami nagyon-nagyon fontosat szeretne elmondani, én se tudom, hogy mit. A másik meglepetés, hogy elhozta Iván Ildikót, a feleségét, nagyon-nagyon örülök, hogy te is itt vagy, de akkor én is hadd tartogassak egy meglepetést az egyik kedvenc versemmel, amit persze én fejből nem tudok. Gábor, Artur tudja az öregedés jegyeit fejből? Nem, én nem? Egyetlen versemet. Ildikó, adjam el, mondod, te szépen, te színpadmestere vagy. Na, de hát te is. Én is el tudom mondani? Te szerintem, és nekem is nagyon kedvenc versem, csak én állandóan röhögő görcsöt kapok közben. Én meg elszomorodtam, de akkor elmondom, jönnek revek, ráncsok, rücskök alattam, büdös gazok ellepnek, hely, mezőny nincs a gázok, óföldmennyi gurgugázok, szemölcsvirágzás, tixmenti kökörcsin, majd jő a totyogás, meg a motyogás, agyvízben úsznak emléktöredékekek, ágyvízben meg a szép volt ifjúság, ami marad, az is csak rémreménynek, a csámcsogás, a szürcsögés, a nyálnyám, csók helyett bibircsók, nem tartott soká ez az egész, valaki jő, ki az, nem hallom, mit mond, menjek, én hová? Mikor írta ezt a verset? Hát ez 50 éves elmúltam már, mikor írtam, és én marha megírtam előre a jövőmet, úgyhogy... Csoszog? Valahányszor szóba kerül ez a vers, mindig arra gondolok, hogy azért ez hagyni kellett volna. Na. Mi van azzal az írással? Lesz a bulkönyv, aminek az a cím, hogy Amikor még éltem? Ne, azt írom most. Igen, de nagyon érdekes gondolat. Azt írom most, az a feladatom. Tehát ez az egyetlen olyan életem első olyan írása, amit nem komponálunk. Tehát amiről nem tudom, tehát minden, akár regényről, akár drámáról volt szó, ugye mindig tudtam, hogy honnan, hova akarok eljutni. Ez az egyetlen olyan első olyan írásom, vagy könyvem, remélem könyv lesz belőle, ahol semmi fajta komponálás nincs, ami eszembe jut, azt leírom, anekdota, emlék, kis filozofálás, kis politika, ez az amaz, és utána 3X, és valami teljesen mást, valami jobbat, vidámabbat, stb. Tehát magyarán szólva ez az én napi penzumom. Nagyon nehezen. Ez egy olyan, mint egy kicsit búcsú az élettől, az angyal és Görgei Gábor Artur találkozása, és mindenki mesél a maga életéről, hogy mi van a mennyországban, és mi van a földön. Hát ráadásul az a következő megkezdett írásom, Utazás a végtelenben a címe, Végtelenbe a címe, és ahol meghaltam, és egy angyal kísér engem valahová, de az utat írom le, amikor nem tudom, hogy hová visz, és próbálom faggatni, hogy mi vár rám, mi vár le, és ő meg ugye ott is disziplína van a mennyben, tehát neki nem szabad mindent közölnie, úgyhogy... Hát de mire készül, életre vagy halálra? Hogy tessék? Hogy mire készül, az életre vagy a halálra? Hát ez a halál utáni történet lesz, ha lesz, nem tudom, hogy megérem-e, hogy meg tudom írni. Meghaltam, infarktusom volt, nem volt. Valójában nem volt. Hála Istennek, egyelőre nem volt, és faggatom az angyalt, aki visz engem a végső nyughelyemre, egy hosszú út, és próbálom előle kiszedni, hogy... De az az elképzelésem, már van belőle valamennyi, hogy az angyal is faggat engem, hogy milyen a földi élet. Na erre vagyok kíváncsi, jobban, mint az angyali létre. Igen. Hogy mit válaszol erre, hogy milyen ez a földi létet most, földi lét most mondjuk 2021-ben? Magyarországon? Maradjunk Magyarországon, igen, maradjunk talán Magyarországon. Ezt ismerjük a legjobban. Hát nem a legjobb. A versből, ami majd mindjárt szóba kerül, kiderül, hogy 89-90-ben másképp képzeltem el én is, és azt hiszem nagyon sokan velem együtt,
volt egy eufória, a szabadság csodálatos eufóriája, és azért sok mindent elszúrtunk. És ezeknek a tévedéseknek a maradványait és növekvő maradványait most próbáljuk abszolválni, de hogy sikerül-e, remélem, hogy a jövő évben sikerül. Mi volt a fő elszúrás? Elsősorban az, hogy Magyarországnak egyáltalán, tehát a történelemre visszatekintve, egyáltalán nincs semmiféle demokratikus múltja. Mert amikor valamilyen demokrácia kezdődött, akkor az néhány napig, vagy egy-két hétig tartott, ugye? Hát így volt ez 45-ben is, ugye? Amikor volt egy szabadon választott kormány, és aztán jött a Rákosi pucs, és vége volt az egésznek, és jött a terror. És így volt 56-ban is, ugye, hogy volt egy 10 napos eufória, és utána, tehát magyarán szólva nem volt módja és ideje ennek az országnak, és mondhatom azt, hogy ennek a népnek megtanulni, hogy mi a demokrácia, mi a tolerancia, mi a dialógus, hogy meghallgatom a másikat is, hogy nem csak az én véleményem a totum factum, hanem a másikét is. Tehát ez a gyakorlat, ugye mitől szép az angol gyep? 300 évig Olóval vágták, igen. A 300 év hiányzik a magyar politikai életből. Akkor viszont lehet, hogy az Orbánék nagyon ügyesen gondolkodnak ezzel az ellenségképgyártással, mert több száz évre visszamenőleg mindig volt ellenség Magyarországon, tehát abban jók vagyunk, hogy gyűlöljük az ellenséget. Az ellenséggyártásban mindig nagyon jók vagyunk, megvan a különböző receptje, és majdnem azt mondhatnám, hogy oldaltól függetlenül. Tehát az ellenségkép az egy fontos elixírje a mi történelmünknek. Lassan az ember azt hinné, hogy ilyen undorító, negatív elixír nélkül nem tudunk élni. De szeretném hinni, hogy tudunk. És hogy van az, hogy mindenről, amiről beszélünk, meg amiről nagyon sokat gondolkodik, ezt mindig ilyen higgadtan tudja elmondani és leírni? Hát azért, mert az ordítozást azt meghagyom mindig másnak. Tehát az észérveket és a magyarázatát annak, amit gondolok, annak szordinósnak kell lennie, számítani arra, hogy netántán a másik fél, akinek mondom, az is nyugodtan végighallgatja. Tehát az ordítozásnak az édes testvére a gyűlölet, és a kettőt együtt én egyre kevésbé viselem. Akkor sem ordítottak, amikor kitelepítették, amikor elvitték a családot munkaszolgálatra, amikor elvették a rózsadombi házukat, mindenüket nem tudtak visszamenni. Ott álltak, és békésen viselték? Hát az, hogy békésen, az túlzás, de kivel ordítsak? Vagy kivel ordított volna a szegény apám, aki még amikor már 70 éves volt, ezt mondom én, aki most 91 éves vagyok, és anyám, hát itt egyszerűen arról volt szó, hogy a smasszerek fogták a családot, felragták egy teherautóra, kivitték a Józsefvárosi pályaudvarra, ugye a Józsefvárosi pályaudvarnak van egy nagyon jól bevált múltja, mert 44-ben a zsidókat is onnan szállították Auschwitzba és a haláltáborokba. Tehát egy bevált pályaudvar.
vitte ki oda, és akkor két napig utaztunk, és egyszer csak megérkeztünk. Mi Hortcsányra érkeztünk meg, ahol éjszaka véletlenül így jött ki, és ott várt bennünket a kulák szekér, ahová felraktuk a motyónkat, és mentünk ki a tanyára. Na most kivel ordítoztunk volna? Ugye belül nyilván ordítoztunk, és főként nem örültünk a teljesen ismeretlen jövőnek, És mit adott A lényeg az, hogy méltósággal viseltük. Mit adott ez az ön életében? Hozott-e bármiféle pozitívumot? Ebből a helyzetből, igen. Nevetni fog, drága Zsuzsa, van pozitívuma. Egy rózsadombi úrifiú, aki én voltam, ugye, ez 51-ben volt, tehát én akkor 21 éves voltam. Ott már ugye az érettségi után voltak mindenféle történetek, az egyetemről kirúgtak, statisztáltam a Nemzeti Színházba, stb. Tehát volt egy bonyolult életem. De én nekem a 30-as években, ugye 29-ben születtem, 30-as években nekem a gyöngyéletem volt, az úri fiúk gyöngyélete. Na mostan én azt szoktam, talán már valahol le is írtam, hogy tulajdonképpen Rákosi Mátyásnak én tudom, hálás lehetek, mert embert faragott belőlem, férfit faragott belőlem, megtanultam az élet nehézségeit, hogy úgy mondjam, megfelelő módon kezelni. Tehát az én egyetemem, ahonnan kirúgtak, ugye a német-angol szakos voltam, az én egyetemem az a tulajdonképpen a kitelepítés és a kényszermunkaszolgálat volt. Ott edződtem, az acélt megedzik, ugye ez volt a kommunizmus egyik jelszava. Ott edződtem meg, ott lettem. Én azt is szoktam mondani, hogy én tulajdonképpen golyóálló vagyok. És ez igaz volt a későbbiekre, hogy golyóálló lett? Ez az egyik, a másik, hogy szót ért mindenféle társadalmi réteggel, ez hozta, hogy az úri fiú létből akár a munkás paraszt osztállyal is nyugodtan egy asztalhoz ül és jókat beszélget? Ez egy bonyolult történet, mert ugye most 53-ban ugye az első Nagy Imre kormány idején kaptuk az amnesztiát. Nem lehetett rögtön visszamenni Pestre, és főleg semmit nem kapott az ember vissza a lakását, azért semmiért. Előről kellett kezdeni az életet. És utána jött 56, és jött az 56 utáni időszak. Ugye több Kádár korszak volt. Az első korszak ugye az a szörnyűséges a kivégzések és a pereknek a korszaka. 63-ban ugye nyitott Kádár, rájött arra, hogy kinyitotta a börtönajtókat a 56-os írók előtt például, és egyáltalán az 56-osok előtt, és akkor jött ki a kék útlevél, amivel elkezd utazni lehetett. Tehát Kádár rájött arra, hogy miután abszolválta, nekem van egy elméletem, hogy ő azért egy kicsit a parancsra tettem áldozata is. Mert ha ő nem teszi, akkor visszajön a Rákosi Mátyás. Tehát ő rájött arra, hogy miután abszolválta a moszkvai utasításokat, a kivégzésekkel és börtönnel és egyebekkel, valamilyen európai vagy civilizált arcát kell mutatni az országnak a nyugat számára. És ez tulajdonképpen, ha végig gondoljuk a különböző időszakjait a Kádár rezsimnek, akkor
nyomon követhető ezek az apró lépések és visszalépések, ugye, amikor nagyon összevonta a hatalmas szemöldökét a Brezsnyev, ugye, akkor egy lépést visszalépett a Kádár. De utána észrevétlenül megint nyitott egyet. Ezt tehát tudtuk magyar... akkor is, vagy csak most utólag tudjuk ezt így értékelni, vagy tudja így értékelni? Hát én nem mondhatom azt, hogy nem tudtam értékelni, mert az életem során, írói életemben én ezt lépésről lépésre végigéltem, mert egyre többet lehetett megírni, egyre többről lehetett szó vitatkozni, stb. A színdarabjaimban egyre kritikusabb és keményebb hangot tudtam megütni. És akkor ez feletteti azt, hogy a Kádár kezéhez vértapadt? Nem. Nem, a Kádárnak a jobb keze, ugye, most is van egy olyan miniszterelnökünk, akinek van egy jobb keze, de nem volt olyan, ez a jobb kéz nem olyan ügyes, mint a Kádárnak a jobb keze volt, Acél György, aki egy bonyolult, éppen most ebben, amikor még éltem benne, előbb említette, most írtam róla elég hosszan. Bocsánat, közben ránéztem az időre, 8 percünk, 7 percünk maradt a... Jaj, akkor viszont hagyjuk a gondolatot. Na, gyorsan, mert aztán 12-kor hírek jönnek. Na, nagyon egy ránéztem fontos az történet. Órára, igen. 1990-ben írtam egy verset. Divatja múlt elégia 1990. Megkérem Ildikót, feleségemet, Ildikót, hogy kezdje el olvasni. Most már elmondhatom. Most már, hogy semmiféle törleszkedés gyanúja nem vetülhet reám, elmondhatom. Most, hogy pártitkárok és kulturális komisszárok nem dicsérnek meg érte. Most végre már elmondhatom, mit az elmúlt évtizedekben tartózkodva, szemérmesen sosem mondhattam el. Nehogy azt higgyék, nehogy valahogy azt higgyék. Egy szóval elmondhatom, hogy én... Bármi nevetségesen hangzik, hogy én, akinek sohasem volt jó oka s joga ilyesmihez, hogy én, az annyiszor pocskondiázott osztály leszármazottja, én, akit mindig úri fiúnak tituláltak, habár időközben az a fiú redős lett és megőszült. Eliramlott az élet nagy iramban, ráment minden, ó, ráment az egész. De végre most elmondhatom neked, hisz nem hivatkozik rád senki már, se fű, se fa, se hatalom, számon kívül maradtál e nagy neofita tülekedésben. Most hát, hogy ennyire kimentél a divatból, most már elmondhatom. Szeretlek, te kalapácskezű munkás, külváros trónfosztott, uralkodója. Most és mindenkor szent József Attila, ólomszárnyú madárnépe, szeretlek. Na most ezt a verset én 90-ben írtam, megjelent az életben, élet és irodalomban, és most egy nagyot ugrunk. És ez a lényege annak, amit el akarok mondani. Van két költő, író társam, barátom, Sumonyi Zoltán és Baranyi Ferenc. Viszonylag közel laknak egymás, évekkel később történt, amit most elmondok. Viszonylag közel laknak egymáshoz, és ugyanarra a postára járnak befizetni a csekkjeiket. Egyszerűen sorba állnak az ablak előtt, és véletlenül egymás mögött vannak, és a Baranyi előveszi a levéltárcáját, és ahol a csekkjei vannak, és valami kiesett belőle. Nem vette észre, a Sumonyi lehajolt, felemelte, és látta, hogy egy újság kivágat. Gyújta neki, és látja, hogy a divatja múlt elégia, ez a vers, ami az élet és irodalomban jelent meg,
ennek a kivágata. Átadja neki, benyúl a zsebébe az ő levéltárcáján, előveszi, kihúz belőle egy újságkivágatot, és ugyanez a vers mind a két költő és író társam évek óta, az, hogy mondjam, egy kicsit szépen fogalmazva, a szíve fölött hordta ezt a verset. Na most ennél szebb történetet egy író nem kaphat az élettől, mint amikor ezt nekem elmondták. És ezt szerettem volna elmondani, mert ez olyan szép, hogy egyszer nyilvánosan akartam, hogy nyilvánosan elmondhassam. Ez egy csodálatos történet, de hadd kérdezek mindjárt vissza, még egy percünk maradt, hogy vajon mi van Görgei Gábor pénztárcájában, tárcájában? Őrize valamiféle hasonlót? Egy fillér sincs, mert ugyanis amióta az a szörnyűséges makuladegenerációval küszködöm, egy-két előnye van, nem sok, de egy-két előnye van, például az, hogy nem használok pénzt. Tehát egyszerűen én nálam soha nincs pénz, nincs csekk, szegény Ildikó intéz az égvilágán mindent, úgyhogy én földön futó vagyok. A templom egere vagyok. Úgyhogy, na, ez egy szép végszó, egy szép történet. Örülök, hogy megosztottam. De még azt, hogy mondjam, igen? Hogy ebben most megjelent a 91. életévemre a Korvinánál egy könyvem, Ceterum Censeo a címe, egy ilyen áttekintés az életemben. De bátor, hogy ezt a címet adta, én ezt láttam, ezt a könyvet, azért százból száz ember nem nagyon tudja megmondani az ifjúság közül, hogy ez mit jelent. Én ezt nem, én ebben nem törődöm. Nem, igaza van, tudja, nem ez a dolga. Tudja, nézzen utána. Na, és a lényeg az, hogy ebben a könyvben benne van ez a vers, és én magának, kedves Zsuzsa, aki a kultúra misszionáriusa. Köszönöm. Ezt most ünnepélyesen kinevezem ennek. Ez nagyon nagy dicséret Görgei Gábortól. Ezt a dedikációt beleírtam, és ezt a könyvet most itt szeretettel átadom magának. Nagyon szépen köszönöm. Hálás vagyok, hogy jöttek, hogy együtt jöttek. Görgei Gábor, bocsánat, Iván Ildikó és Görgei Gábor volt a vendégem.